Tisztelt képviselőtársaim, a kormány a járvány idején is növeli a családok támogatását címmel. A KDNP képviselőcsoportjából Szászfalvi László képviselő jelentkezett napi rendelőti felszólalásra. Parancsoljon képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Immár egy évtizede annak, hogy az Orbán kormányok paradigmaváltást hajtottak végre a családtámogatás és az állami társadalompolitika területén. Az elmúlt 10 évben számos olyan intézkedést vezettünk be, amelynek egymást erősítve segítik a családok megélhetését és otthonteremtését. A családi adókedvezmény, az első házasok kedvezménye, GEDEXTRA, ingyenes tankönyvek, ingyenes gyermekétkeztetés, és 2015-től került bevezetésre a családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a CSOK. A magyar kormány azonban itt nem állt meg, a tavalyi évben egy sikeres nemzeti konzultációra támaszkodva bevezettük a 7 pontos családvédelmi akciótervet, amelynek minden eleme életbe lépett ettől az évtől kezdődően. A jelzálog hitelek elengedése, babaváró támogatás, használt ingatlan vásárláshoz és a CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogató kölcsön, nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a 4 gyermekes nők SZIA mentességének és a nagyszülői GED-nek a bevezetése. Mindezen intézkedéseknek köszönhetően évről évre nőtt a családokra fordított támogatás a költségvetésben, az Európai Unióban nem is akármilyen GDP arányban, hiszen az élen járunk. Eközben a baloldali pártok sorra támadták a családok megerősítését célzó intézkedéseket, mondván, hogy nem tudják az emberek azokat igénybe venni. Miközben önmagában csak a CSOK az egyik legsikeresebb kormányzati kezdeményezés, hiszen ennek keretében 2015 és 2020 között mintegy 1 000 milliárd forint vissza nem térítendő, illetve részben visszatérítendő támogatást nyújtott a kormány a családoknak, több mint 650 000 magyar embert érintő módon. Tisztelt képviselőtársaim! Ebben az évben hazánknak is egy példátlan világjárvánnyal kell szembenéznie, amely életünk minden területére kihatással van. A világ számára a koronavírus okozta társadalmi és gazdasági hatásai sokkal durvábbak, mint a 2008-as gazdasági világválságé, és még élesen emlékezhetünk, hogyan irányította a csőd szélére hazánkat a Gyurcsány vezette baloldal. A világgazdasági válságot további megszorításokkal súlyosbította, ezzel teljes kiszolgáltatottságba és reménytelenségbe lökve a magyar embereket és a magyar családokat. Gyurcsányék nem csak az ország gazdaságát, hanem a családtámogatási rendszert és az egészségügyet is kivéreztették. Jól példázza ezt Molnár Lajos akkori egészségügyi miniszter visszaemlékezése, miszerint Gyurcsány Ferenc rendőrségi eljárásokat helyezett kilátásba az orvosokkal szemben, hogy azzal példát statuáljon, és az egészségügyet és az egészségügyi dolgozókat támadja. Aljas politikai játékot és pártpolitikát csinálnak ma is a világjárvány elleni heroikus küzdelemből. A baloldali pártok köztük maga Gyurcsány Ferenc osztja az észt, okoskodik és kritizál, és azt gondolom, hogy mindehez neki semmilyen erkölcsi alapja nincsen. Ezzel szemben a koronavírus járvány okozta gazdasági problémákra a nemzeti kormány nem megszorítások sokasságát vezeti be, hanem gyors és konkrét gazdaságvédelmi intézkedésekkel, valamint egészségvédelmi intézkedésekkel kezeli a kialakult helyzetet. De az egészségügy és a gazdaság mellett nem feledkezik meg a családokról sem. A járvány közepette a kormány Novák Katalin miniszterasszony vezetésével újabb, a családok otthonteremtését segítő intézkedéseket dolgozott ki, új otthonteremtési akciótervet. Tisztelt országgyűlés! Csak néhány eddig bejelentett intézkedést szeretnék itt példaként megemlíteni. 5%-os áfakedvezmény bevezetése az újépítési ingatlanok vásárlása esetén, a legalább 1 gyermekkel rendelkező családok a CSOK-kal vásárolt otthon után teljes mértékben mentesülnek az áfa megfizetése alól, és azt gondolom, hogy főleg vidéken az egyik legnépszerűbb intézkedés az otthonfelújítási program támogatása lesz, amelyen keresztül a lakásfelújítási költség felét 3 000 000 forintig átvállalja az állam. Tisztelt országgyűlés!
Ezen tervezett intézkedések célja a magyar családok további támogatása, segítése, hiszen a magyar nemzet jövőjének záloga a családok megerősödésében van. A kereszténydemokrata néppárt frakciója maximálisan támogatja a kormány ezen intézkedéseit, ezt a kormányzati programot, és erre kérjük az országgyűlés minden képviselőjét és minden frakcióját is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönöm szépen képviselő úr, képviselő úrnak elhangzott napi rendelőti felszólalására a kormány nevében a választ Zsigó Róbert államtitkár úr adja meg. Parancsoljon államtitkár úr, önné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Először is szeretném megköszönni mindenkinek előre is a segítségét, aki hozzájárul ahhoz, hogy az otthonteremtési programunkat meg tudjuk alkotni. Viszont képviselő úrral egyetértek, hogy a 2010-es kormányváltás után Magyarországon családbarát fordulat következett be. Ha visszagondolunk az akkori időkre, akkor nem is nagyon volt más választásunk, mint hogy a magyar emberekkel összefogva megerősítsük az akkor csőd helyzetben lévő országot. A magyar családok, mint mindannyian emlékszünk rá, a családok is emlékeznek rá, 2010-re nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A 2002 után az akkori baloldali kormányok megszüntették a korábban bevezetett családi adókedvezményt, ezzel egyébként elvettek pénzt a gyermekneveléstől, megszüntették az otthonteremtési programot, ráadásul a családokat devizahitel csapdába taszították, majd 2008-ban, amikor valóban elérkezett a válság, akkor magukra is hagyták a magyar családokat, ezzel nagyon nehéz helyzetbe kerültek. 2010 előtt az akkori Gyurcsány-Bajnai kormányoknak mindenről a megszorítás jutott eszünkbe, emlékezzünk, elvettek egyhamig nyugdíjat, megemelték a nyugdíjkorhatárt, elvették a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, megrövidítették a gyes időtartamát, 15-ször emelték az energia árát, 3-szorosára a gáz és 2-szeresére a villanyáram árát. 2010-re odáig jutottunk, hogy teljesen el volt adósodva az ország is, el voltak adósodva az önkormányzatok is, és el voltak adósodva a magyar családok is. Ez volt az akkori kormány válság kezelése, ez volt az akkori kormány, az akkori baloldali kormány család támogatási rendszere. Tisztelt képviselő úr, 2010 óta mi azon dolgozunk egyrészt, hogy segítsük a fiatalokat a továbbtanulásban, másrészt azért, hogy támogassuk őket a gyermekvállalásban, a gyermeknevelésben és az otthonteremtésben. Harmadrészt segítsük őket munkához jutni, olyan munkához, amelynek az amelyért kapott fizetésből tisztességgel el tudják tartani a családjukat, és segítsük az időseket is abban, hogy méltó időskort tudjanak élni. Ez 2010 óta a családtámogatási rendszerünk kerete. A kormány célja, hogy egyre könnyebb legyen Magyarországon családot alapítani, gyermeket vállalni és gyermeket nevelni. 2010 óta a 2,5-szeresére emeltük a családok támogatására fordított összeget. A 2021-es költségvetésben mintegy 2309 milliárd forint áll rendelkezésre a magyar családok támogatására. Ez 2010 óta, mint mondtam, 2,5-szerese a családi támogatásoknak, ezzel egész Európában egyébként éllovasok vagyunk, 4,5%-os GDP arány. De ahogy a képviselő úr is említette, bevezettük a csokot, azóta bővítettük azoknak a körét is, akik igénybe tudják venni, illetve az igénybevető összegeket is. Bevezettük újra a családi adókedvezményt, amelyre a baloldalról mindig az a kritika ér minket, hogy csak a tehetősebbek vehetik igénybe. Tájékoztatok mindenkit, hogy a családi pótlékot igénybe vevő 95%-a a családi adókedvezményt is igénybe tudja venni. Babaváró támogatást is tudunk adni, a nagycsaládosoknak autóvásárlási támogatást, és a korábbi 30 ezerről mára 51 ezerre növeltük a bölcsödei férőhelyek számát. És a Fidesz és KDNP kormány a koronavírus okozta világjárvány vagy válság helyzetben sem hagyja magára magyar családokat. Ugyan most az első az egészségügyi védekezés, most az az első, hogy mérsékelni tudjuk a megbetegedések számát, emellett viszont az elmúlt időszak legnagyobb otthonteremtési programján dolgozunk, ezzel is igyekszünk kiszámíthatóságot és biztonságot nyújtani a magyar családoknak. Ez a program hozzájárul a családok életszínvonalának a megőrzéséhez,
hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez és új munkahelyek teremtéséhez. És ahogy képviselő úr is felsorolta, ugye benne van az új lakások vásárlásának az 5%-os áfa mértékre csökkentés, ez illetékmentesség. Ez a törvényjavaslat egyébként az országgyűlés előtt van, el is kezdtük a tárgyalását. Én is érek mindenkit, hogy akinek fontos a magyar családok ügye, azt támogassa. De emellett, ahogy képviselő úr is mondta, otthonfelújítási programot is indítunk, támogatjuk a több generációs otthonteremtést is, és mentesítjük a csokkal új lakást és használt lakást vásárló családokat a 4%-os illeték megfizetéséért. Látszik az általam elmondottak, hogy 2010 előtt az akkori baloldali kormányok magukra hagyták a családokat, most pedig minden eszközzel azok vagyunk, hogy a magyar embereket és a magyar családokat segítsük. Köszönöm szépen a figyelmüket!